jól működik. Akkor egy másik, a Bart Ransomware, ő is azt hiszem idén jelent meg. Amikor ő titkosít, akkor ezt a háttérképet látjuk. Ami érdekes, hogy itt van nekünk egy ID-nk. És ugye, mint mondtam a Lokinál, hogy ott az ID-ban nem igazán fontos információk vannak tárolva, tehát tényleg, mint az operációs rendszer, ilyesmi, addig itt az ID nagyon-nagyon fontos. Tehát amikor én például elkezdek foglalkozni egy ransomware-rel, először ugye ki kell találnom, hogy hogy titkosít, mit csinál, utána pedig az, hogy ezeket az információkat hol tárolja, miért csinál ID-t, kell-e az valamire, stb. Stb. Ez nagyon fontos. És illetve még, hogyha ránézzünk a kódra, nagyon könnyen az elején látjuk, hogy rengeteg elliptikus görbével kapcsolatos konstans található benne, szóval ugye elkezdjük sejteni, hogy valami ilyesmit használ, de mégis melyiket, hogyan, ezt kellene kitalálni. És ha megtaláljuk azt a részt, amelyiket igazából használja is és meg is hívja, akkor ezt az elliptikus görbét használja tulajdonképpen a titkosítás során. Itt vannak az adatok, ezek jellemzik, ezeket használja föl. Tehát itt ezek mögött egy következő elliptikus görbének az adatait azt egyáltalán nem használja. Szóval igazából számunkra csak ez a rész, a lényeg, benne van kódolva több is, de azok nem fontosak. És ami érdekes, ugye ő úgy csinálja, hogy legelején generál, még mielőtt elküldené magát a malvert, egy privát és egy publikus kulcspárt. Ugye ezt úgy csinálja, hogy először is FP-ből vesz egy random elemet, ezt én D-vel jelöltem. Ugye itt a P az valami ott a narancsárga rész. És ez a privát kulcsok, amit soha senkinek nem mondanak el, nem küldik el, az ott marad a saját rendszerükön. Emellé generálnak egy publikus kulcsot, ahol megszorozzák ezt a alappontot a D-vel, a privát kulcsokkal, tehát tulajdonképpen kapnak egy elemet a elliptikus görbén, és ez lesz a publikus kulcsuk. Ezt pedig belerakják magába a kódba. Tehát ez ugyanúgy, mint az RSA-nál a publikus kulcsot belerakom, a privátot meghagyom, ez történik itt. BASE64 kódolással ezt láthatjuk itt, tehát egy ilyen karakter sorozat jelenti nekünk most a publikus kulcsot. És utána, amikor megérkezik az áldozat gépére a ransomware, akkor azzal kezdi, hogy generál a CryptGen random segítségével 32 random byte-ot. Ezt jelöltem erre. És utána létrehozza a szimmetrikus kulcsot, amit majd titkosításra fog használni, mégpedig úgy, hogy a publikus kulcsot megszorozza ezzel a random értékkel. Ez lesz a szimmetrikus kulcsunk. Illetve ekkor generálja le nekünk az ID-t is, mégpedig úgy, hogy ezt az eredeti G-t azt megszorozza megint ezzel a randommal. Tehát most van egy szimmetrikus kulcsunk, és van ez az ID. És a szimmetrikus kulcsra van szükség a titkosításhoz. Ezt a szimmetrikus kulcsot pedig jelszóként használja, és tulajdonképpen egy jelszóval védett, tömörített fájlba rak bele minden egyes fájlt. Minden egyes fájlnál ugyanazt a jelszót használja, és külön-külön szépen megkapják ezt a .bart.zip kiterjesztést. Ezután ugye hogy történik a dekódolás, hogyha eljutunk addig a pontig? Az alapvetően úgy történne, hogy a támadók tudják az ID-t, mert ezt meg kell adnunk, amikor fizetünk, illetve tudják a privát kulcsot. Na most ezt a kettőt megszorozva megint pont a szimmetrikus kulcsot fogjuk kapni, ugye ez alapján működik az egész titkosítás. Szóval ők így igen egyszerűen vissza tudják kapni a jelszót, amit fel tudnak használni ahhoz, hogy a zip fájlokat kitömörítsék. Szóval igazából ez ilyen jónak tűnik, nagyon erős algoritmusokat használ, de valahol mégiscsak hibáztak, mégpedig ott, hogy miután rengeteg időt eltöltöttek az elliptikus görbékkel, és össze-vissza számoltak, és nagy nehezen legenerálták a kulcsot, használnak egy gyenge titkosító algoritmust. Szóval a PK-zip algoritmust használják, ami sajnos feltörhető. Vagyis hát nekik sajnos. Nekünk szerencse. Úgyhogy igazából hiába volt a sok előkészület, hiába számoltak annyit a végén, hogyha nem használnak megfelelő algoritmust, akkor bizony ebbe bele lehet bukni, és nagyon sokan rengeteg időt töltöttek, hogy ott bogarázták, hogy vajon milyen titkosítást használ, mi történik, nem tudom.
főleg ez az elliptikus görbével sok időt el lehet tölteni, aztán kiderül, hogy igazából az teljesen mindegy. Az a lényeg csak, hogy a legvégén nem jó algoritmust választotta. Akkor a következő az úgynevezett CryptXXX, ami egy 64 bájtos kulcsot generál minden egyes fájlhoz, majd RC4 titkosítást használ, és utána ezt a kulcsot egész egyszerűen RSA-val elkódolja. Ugye ez meg nagyon hasonlít a szerverhez, ott is RC4, RSA, tehát alapvetően jónak tűnik az ötlet. Itt is az RSA publikus kulcs az benne van magában a kódban, tehát azt láthattuk, hogy általában nincsen szükség semmilyen kommunikációra, ugyanis magában a kódban nagyon sokszor benne van a publikus kulcs, ebben az esetben is ez történik. Amikor elkezdjük vizsgálni a kódot, akkor megnézzük magát az RC4 titkosítást. Ezt általában a három loop segítségével viszonylag könnyen meg lehet találni az elején, amikor feltölti 0-tól 255-ig szépen a kis értékeket, utána jön a még a generál, az előkészületi lépés, és akkor ott az utolsónál ott az a XOR jelenti tulajdonképpen magát a titkosítást. Szóval, hogyha ezt végignézzük, hogy itt mi történik, pontosan milyen lépések, akkor látjuk, hogy itt ezzel az RC4-el nincsen semmi probléma, ez úgy működik, ahogy ennek működnie kell. Szóval itt minden rendben van. Ezután, hát ez nagyon nem látszik, mindegy, itt van a hardkódolt publikus kulcs, amit a Crypt binary to string to binary függvény segítségével dekódol, és megkapjuk ezt itt, amiből látszik, hogy valóban egy RSA kulcsról van szó, itt látszik, hogy 1024, itt van benne, hogy a publikus exponent az 2, a 16-on minusz 1, illetve itt utána található a modulus. Tehát ezt az RSA-t használja, majd meghívja a crypt encrypt függvényt, és ez ennek a segítségével titkosítja itt ezt a 64 byte-ot, amit az RC4 titkosításhoz használt föl. Szóval igazából úgy tűnik, hogy minden teljesen jól működik. Egyetlen egyrészt nem néztünk még meg, mégpedig azt, hogy honnan szedte azt a 64 byte-ot az RC4-hez. És hogyha megkeressük ezt a részt a kódban, akkor azt találjuk, hogy itt van ez a call get system time függvény, amit ott is láthatunk, majd egy ilyen get tick count függvény, szóval gyanúsnak tűnik, hogy meghív viszonylag random dolgokat generáló függvényeket, szóval akár ez még jó is lehet. Ha belenézünk a call get system time-ba, ott ugye meghívja a get system time-ot, hogy megkapja, amit ebből az információból felhasznál, az az óra, perc, másodperc és ezred másodperc. Ezeket egymással megszorozza, összeadja, szóval ilyen egyszerű aritmetikai műveleteket végez velük. Majd itt igazából egy loop van, minden körben meghívja a get tick count-ot, majd nem használja fel annak az eredményét. Szóval ez igazából úgy ott van, de nem használja soha semmire. Az egyetlen dolog, amit felhasznál, az a négy dolog, az óra, perc, másodperc, ezred másodperc, amikor a fájlunkat titkosította, utána ezzel ilyen összeadás, szorzás, egyszerű műveleteket végez, és ennek segítségével kapja meg a kulcsot. Most, hogyha ezt végignézzük, akkor összesen 86.400.000 lehetőség van, ami azért nem sok. Tehát egyesével ki lehet próbálni szépen, és könnyen ki lehet számolni, nagyon gyorsan elvégezhető műveletekről van szó, és aztán megpróbáljuk vele dekódolni a fájlokat. Ugye itt azt tehetjük meg, hogy ugyanúgy az RC4 dekódolást egy titkosított fájllal és a kulcs segítségével megtesszük. Ugye az a nehéz, hogy mikor jövünk rá arra, hogy most igazából megtaláltuk a fájlt. Általában ehhez az ilyen magic number-öket lehet használni. Persze van olyan eset, amikor ez egy kicsit nehezebb, mondjuk egy egyszerű TXT fájl, mert ugye nyilván azért azt mégsem csinálhatjuk, hogy egyesével végignézem, hogy na most akkor megkaptam-e. Szóval ez egy kicsit a nehézség benne, de alapvetően nagyon jól lehet dekódolni. Hát itt ők azt a hibát vétették, hogy annak ellenére, hogy mindentre odafigyeltek, a legelején nem sikerült megfelelően kulcsot generálniuk, túl kevés, túl kicsi az a halmaz, amiből a kulcs kikerülhetett. Természetesen ez az információ is kikerült, és itt is megjelent a következő verzió. Ebben a verzióban pedig azt csinálják, hogy az RSA kulcsot azt nem csak a RC4 kulcs titkosítására használják, hanem magára a fájl titkosításra is.
Tehát fogják, az első 64 bájtot eltitkosítják RSH-val, a következő 8591-et RC4-jel, aztán megint RSH, megint RC4, stb. Ugye alapvetően az RC4 részére a probléma még mindig fennáll, szóval ha nagyon akarjuk, azokat a részeket még tudjuk dekódolni, de hát az RSH-t az sajnos nem, szóval azért ez így megnehezíti egy kicsit a dolgunkat. De azért vannak olyan fájlok, aminek az esetében egész jó eredményt el lehet érni, és viszonylag sok információt ki lehet belőle szedni. Főleg, hogy az kisebb részek vannak RSH-val titkosítva. És akkor a Marscsók nevű remek ransomware, ami szintén éjjeszt és elliptikus görbéket használ. Ezt a kör 25519-es függvényt használja, ami egy ilyen egy Diffie-Hellman függvény tulajdonképpen. Tehát itt nem történik semmi más, mint ugye mind a két oldalon választunk egy, megnézzük, hogy ezt vagy használja egy titkos kulcsot. Erre, illetve van egy ilyen base point, ami egy 9-es és csupa nulla, ami nagyon-nagyon sokat segít egyébként, amikor a kódban próbáljuk megfejteni, hogy mit is használ. Meglettem a 9-est a sok-sok nullával, na akkor ez itt ő. És a kör 2519-et meghívja a titkos kulcsra, illetve erre a base pointra, és így megkapja a publikus kulcsot. Ezt kicserélik, majd újra meghívják a függvényt, és ennek a hash-e lesz tulajdonképpen a közös kulcsuk. Na most ez hogy történik? Itt most sok minden van, de igazából azt csinálja ez a ransomware, hogy először is generál 32 random byte-ot, utána erre ezt hash-eli, ez lesz a titkos kulcsunk, majd erre meghívja a kör 25519-es függvény, erre a titkosra, illetve az alappontra, ez a 9-es csupa nullákkal, és így megkapja a publikus értéket. Ezt megcsinálja még egyszer. Generál egy újabb randomot, abból megint hash-el megkapja a secretet, és ebből megint a publikus tagot. Igazából, amit mi majd a végén látni fogunk valóban, azok a zöldek. A többi az úgy elveszik időközben, ahhoz nincs hozzáférésünk. És miután megcsinálta ezt kétszer, utána generál egy AES kulcsot, mégpedig úgy, hogy neki van egy publikus mester kulcsa, ami benne van a kódban, és arra, illetve a második titkos értékre megint meghívja a függvényt, ezt hash-eli, és így megkapja az AES kulcsot. És ennek a segítségével titkosít különböző információkat, például az első secret kulcsunkat, illetve a számítógép azonosítóját. Ezt is majd el fogja menteni valahova. Ezután lejátsza még egyszer ezt az egész kört, generál randomon, hash segítségével megkapja a titkosat, majd megkapja a publikus részt, és generál egy második AES kulcsot. A második AES kulcsot azt az egyes publikus kulcsból, és a hármas, vagy publikus értékből, meg a hármas titkos értékből segítségével generálja a függvényünk. Használva. Ugye az fontos, hogy itt már elmentettük ugye az egyeshez tartozó secretet, amihez ő ott használja a publikot, és ugye ott van mellette a másik titkos, szóval a harmadik titkosat használja, és ezt a kulcsot fogja már fájl titkosításra használni. Tömöríti a fájlokat, majd ezzel az AES-2-vel titkosítja őket. Na most, amit ő ezek után elment egy fájlba, elmenti ezt a stringet, ezt a HUI-t, utána belementi a publikus értékeket, majd ezt az infót, ami ugye a titkosított titkos 1 értékünk volt, illetve magát a titkosított fájlt is nyilván belementi a fájlba. És alapvetően hogy történne a dekódolás? Úgy, hogy mivel felhasználtak egy mesterkulcsot, egy publikus mesterkulcsot, ennek a privát részét, ami ugye végig náluk volt, használva, illetve a publikus, a kettes publikus kulcsot, itt ugye a kettes titkos kulcs volt, most a kettes publikus kulcs és a és a privát mesterkulcssal ugyanazt fogjuk visszakapni, mint az előző esetben, ugye ez a lényege, hogy ugyanazt kicserélem a publikus és privát részeket, akkor ugyanahhoz jutok. Ezzel az AES egy kulcssal már vissza tudom kapni, amit itt titkosítottam, tehát az titkos egy információmat, és használva a publikus 3-ast, ami ugye benne van a fájlban, vissza tudjuk kapni az AES-2-t.
Őszintén szólva, ezt nagyon túl bonyolították, ugye nyilván elég lett volna egyszer megcsinálni a kört és kész. Valószínűleg csak meg akarták nehezíteni a dolgunkat, vagy én nem tudom, mi volt ezzel a cél, de valamiért ilyen nagyon-nagyon sok körben tették ezt meg. Tehát itt igazából ugyanez látszik, hogy generálódik a random, abból hash számol, meghívja rá a kulcsot, itt jött létre az első publikus, utána ezt még egyszer, és itt az AI-t generálja. És igazából az egyetlen rész, amivel megint nem foglalkoztunk, az, hogy hogyan keretkeznek azok a random byte-ok. És hogyha itt belenézünk abba a függvénybe, akkor úgy azt látjuk, hogy meghívja a rand függvényt, hát az úgy egész jónak is tűnik. Majd igazából 0 és 31 közötti értékekre redukálja az eredményt, és akkor szépen ott látszik is, hogy 32-szer ezt megteszi, és így legenerál 32 byte-ot. Jó, hát ez egész jó. Megnézzük, hogy mi van a rand előtt. Hát előtte meghívja az S-randot, előtte pedig a Time 64-et. Na hát az a baj, hogy megint ugyanabban a problémába estünk. Ugyanis azért a Time 64-nek az értéke az viszonylag tudjuk, hogy mikor titkosították a fájlainkat. Ugye alapból ránézünk egy fájra, megnézzük az utolsó módosítás időpontját, és pontosan tudjuk, hogy mikor van, de még ha az elmúlt egy évet kéne végignézni, még azt is végig lehetne brute force-olni. Szóval igazából az a lényeg, hogy a Time 64 értékét azt megtippeljük, és onnantól kezdve pont azokat a random értékeket fogjuk megkapni, és viszonylag könnyen meg tudjuk találni a kulcsunkat. Most ebben az esetben ugye az előzőnél azért egy kicsit nehezebb volt megállapítani, hogy mikor találtuk meg a kulcsot és mikor nem. Ebben az esetben ez könnyebb, ugyanis megpróbálom megtippelni, hogy mi az a random érték, amit kaphattam, utána erre kiszámítom a hash-t, akkor megkapom ezt a secret 3-ra, hogy mit tippelek, mi az. Utána kiszámolom a publikusot, ez a függvényem segítségével, és egész egyszerűen, mivel azt tudom, hogy annak mennyinek kell lennie, összehasonlítom. Hogyha nem azt kaptam, akkor választok egy újabb randomot, és ezt újra csinálom. Hogyha megkaptam, akkor nagyon jó, akkor tudom, hogy a secret 3 megvan, a publikus 1 az is szint benne van a fájban, itt ugye az is megvolt, és ez eredetileg pont így kaptam meg az AES-2-t. Tehát vissza tudom kapni azt a kulcsot, amivel a fájlokat titkosította, és már is ennyi volt, és sikerül visszakapni a fájlokat. Szóval itt megint ez a ugyanaz, hasonló a probléma, mint az előzőnél, csak itt még biztosabban meg tudom szerezni a kulcsot, az a nagy különbség. És igazából ilyen hibákból, meg példákból ennyivel készültem, és akkor most még megmutatnám azt, amelyik most éppen San Franciscót idegesíti, és ami miatt San Francisco lakosai ingyen utazgathatnak. Ez a Mamba ransomware, ami valamikor igazából már hamarabb megjelent, de szeptember környékén lett igazán népszerű, meg felkapott. És itt az a különbség, hogy nem csak fájlokat titkosít, hanem az egész mereglemez szépen mindent eltitkosít. És ha sikeresen megcsinált, akkor kijön egy ilyen fekete kis képernyő, és ott várja tőlünk a jelszót, egyébként meg nem tudunk belépni. Amit ő csinál, hogy elindul ez a ransomware, egy Excel fájl, valamilyen argumentet meg kell neki adni, és ez lesz a jelszó. Amit ott megadunk, az utána azzal lehet visszajelentkezni. És ráadásul létrehoz egy ilyen Windows service-t, amit hogyha megnézünk, akkor ott látjuk, hogy ez annyi a feladata, hogy minden egyes alkalommal újra is újraindítsa az exe fájlunkat ezzel a jelszóval. Szóval igazából ez már ott benne látható, hogy ott van. Ez mondjuk tök jó, de még nem tudom, hogy tudjuk-e majd valamire használni. És igazából nagyon sok energiát ebben nem fektettek. Azt csinálják, hogy a descriptornak a fájlait egész egyszerűen oda berakták a resource sectionbe, azt lementik és azt használják. Szóval ők nem írtak maguknak semmi extra kódot, egyszerűen már valamilyen meglévő toolt használnak. Itt látható, hogy szépen, amint elindul, elkezd futni, ezeket a fájlokat elmenti. Hát eredetileg egy DC-22 nevű mappába, de ez is közben már fejlődött, mindig máshogy hívják a mappát, de nagyjából ugyanez a lényeg, ezeket a fájlokat elmenti. És ezek után újra indítja az egész gépünket. Amikor újraindul a gép, akkor kezdődik meg a titkosítás. Tehát ekkor minden visszajön, mindent látunk, tudjuk használni, igazából észre se vesszük, hogy valami történik a háttérben, de ő közben titkosít.
Mivel ugye ezek a fájlok alapból megvannak már a gépünkön, ezért hogyha például véletlenül rákattintunk a deskriptorra, akkor ott tudjuk nézni, hogy mi történik. Ó, éppen már 45%-nál tart. Ja, még azt is itt meg tudom mutatni, hogy egyébként bocsánat, hogy itt ugye benne vannak ezek a deskriptor fájlok, amik egy az egyben ugyanazok, amiket le lehet tölteni a deskriptornak az oldaláról, kivéve ez a DLL, ahova berakták az üzenetet, hogy mi az, amit meg szeretnének majd jeleníteni. És ez itt, ugye itt is meg tudjuk nézni, hogy milyen üzenet fog nekünk megjelenni, hogyha befejezte a dolgát. És ugye, szóval igazából itt látszik, hogy nagyon egyszerűen csak meghívja ezt a DC.exe-t, és ezzel titkosítja az minden egyes partíciót. Ami érdekes, hogy azután nem indul újra. Szóval ő ott titkosította, és szépen úgy van, ahogy van, amíg mi nem kapcsoljuk ki, addig nem kapcsolódik ki, addig semmi nem történik, addig nincs baj. És ami még nagyon érdekes, hogy neki van egy ilyen logfájja, amit benne szépen vezeti, hogy mik történtek. És ebben benne van a jelszó. Szóval, ha vagyunk olyan szerencsések, hogy nem kapcsoltuk ki a gépünket, és vagy közben rájövünk, hogy valahogy megtámadott minket, vagy véletlenül ráakadunk erre a logfájra, vagy valami ilyesmi, akkor még teljesen nyugodtan, utána használva a deskriptort, egész egyszerűen vissza tudjuk csinálni az egész folyamatot, dekódolni tudunk mindent, és semmi probléma nem történik. Szóval ugye ez csak abban az esetben. Ha viszont véletlenül újraindítottuk a gépünket, akkor ez megjelenik és férje a jelszót. Ami persze ugyanaz, ami ott van a logfájban, de hát akkor már ugye nem férünk hozzá, úgyhogy sajnos esélyünk sincs. És sajnos a Mamba is kicsit fejlődött, bár annyira nem tragikusan. Az egyik például az, hogy már nincsen olyan szépen egy az egyben beleírva, hogy milyen üzenetet fogok írni, mert ugye azért viszonylag könnyű megtalálni az ilyen fájlokat, hanem ezt már titkosítja. Hát, de mondjuk itt látszik, hogy nem valami bonyolult titkosítási módszert használ. Ez pont ugyanaz, ez itt, mint ami itt volt az elején, csak titkosítva látszik, hogy nagyon egyszerű van. Nullák maradtak, minden ugyanott van, szóval azért nagyon nagy előfeszítéseket nem tettek bele. És igazából még arra is odafigyelnek már, hogy a logfájban ne legyen benne a jelszó. Ugyanakkor persze, hogyha megnézzük itt, ugye itt is ugyanúgy ott volt a jelszó, szóval ha megnézzük az információit ennek a defragment service-nek, akkor ugyanúgy megtalálhatjuk a jelszót, de azért már egy kicsit fejlődik, ami nem olyan jó hír, mert valószínűleg még a jövőben is fog. Szóval igazából én sokkal-sokkal gyorsabban elmondtam, amit szerettem volna. Nagyon gyorsan beszéltem? Nem tudom. Úgyhogy én ennyivel készültem mára. És hogyha valakinek bármi kérdése van, akkor igen. Milyen sejtések vagy ismeretek vannak annak kapcsán, hogy egyes ransomware-ek azok honnan származnak? Hát például, hogyha megnézzük azt, amelyik láthatóan hol nem működik, akkor az azért egy elég jó irány adó. Például a Loki is, azt nem is mondtam, de ő is olyan, hogy Oroszországban nem. Akkor az is nagyon sokat tud segíteni, hogy milyen nyelven jelenik meg az üzenet. Tehát pont az ellenkező irány van, ami csak oroszul van, abból eléggé valószínűthető, hogy ott támad. Mondjuk az, hogy honnan jött, az egy kicsit ebben az esetben nyilván nehezebb kitalálni. Hát, én személy szerint ezeket nem kutatom annyira, hogy honnan érkeznek, de például van egy verziója, az nagyon aranyos, a Loki-nak egy magyar verziója, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, Haki-nak hívják, ugyanolyan színekben, meg ugyanúgy jelenik meg a háttérkép, annyi a különbség, hogyha belenézünk a kódban, akkor a kulcsnak hívják, akkor ott van, hogy honnan fordították, nem tudom én, C per Documents per Dani, meg ilyesmi, szóval ilyen esetekben viszonylag könnyű kitalálni, hogy honnan érkezik, de azért van olyan, ami egyáltalán nem egyértelmű. De egyébként milyen blacklistes témák voltak most az orosz nyelven kívül? Hát mi leginkább ilyenekkel találkozunk, mert ugye nyilván akik nálunk, hát a nem tudom, hogy hívják ezeket, nem bevők, hanem a ügyfél, köszönöm. Ők, szóval miattuk ugye általában olyanokkal találkozunk, amik oroszokat nem támadnak, illetve azt az irányt, egyébként meg Európát, Amerikát, igen. De van olyan egyébként, ami kifejezetten oroszokat. Más ilyen jelenleg blacklistes
Én olyannal nem, találkoztam többel, ami ilyen orosz nyelvterületeket, de ami más, olyan nem. Ez mind Windows specifikus volt? Ez mind, igen, én a Windowsos csapatban vagyok, de van nem Windowsos is, szóval igen. A Mambánál mi történik a jelszóval, az hogy kerül el a szerver? Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egyszerűen nem találom sehol sem egy azt magát, hogy hogyan érkezik meg. Tehát maga a fájl az nekem már, az már megvan, hogy mit csinál, azt akkor kitaláltuk, hogy ehhez jelszó kell, de egy e-mailt, amiben benne van mondjuk egy script fájl és elindítja, ilyes, ezt sajnos nem találtuk még. Csak a Sound Plus Expressetnél végül mi volt, hogy akkor ezt nem találták meg, vagy megtalálták a jutalokban, vagy nem tudom? Hát én még egyelőre ott tartok, hogy mindenki ingyen utazik, ez 4 napja volt. Ja, igen. Szerintem már valahogy visszaállítottak, de nem tudom sajnos, hogy mit csináltak vele, mert nem, szóval így közvetlen kapcsolatom nincs velük, én is csak a hírekből olvastam. De szerintem azért ott van esélye, hogy megtalálják, mert nyilván nem kapcsolnak le mindent. De nem tudom pontosan a részleteket, hogy ott történt. De volt olyan cég, akiknél mondjuk, ha nagyon sok gépet megfertőzött, akkor nyilván lesz csak egy, amelyiket nem kapcsolták ki, és akkor azért... Mert alapvetően az a gyanú, mert nagyon ritkán változnak a nevei, ugye itt ennél nem nagyon látszott, de 151.exe vagy valami ilyesmi volt, és mindig így nevezik el őket, 141, 123, stb. És ebből néhányat lehetett látni, és nagy valószínűséggel ezekhez egy-egy jelszó tartozik, és akkor így, hogyha így viszonylag egyszerűbben vissza lehetne fejteni. Csak hát ugye mivel sajnos nem találtunk eredeti, hogy honnan indul a fertőzés, ez nincs meg, az nagy segítség lenne, mert akkor meg lenne a jelszó, de sajnos azt nem. A CNC-szerveknek a listája az milyen, az hogy változik, vagy milyen gyakran frissül? Mert tehát nyilván sima blacklist az nem elég, mert hogy nyilván változik a lista, de hogy ez hát, erre lehet-e valamit alapozni, vagy most itt nem érdemes erre alapozni? Hát az a baj, hogy nagyon sűrűn változik. Tehát, hogy hát van, például ami a szervernél nagyon érdekes és nagyon jól ki lehet használni, ami hogy nem ez, de az, hogy milyen portot használ. Tehát az nálja, nem tudom már hol van, az nagyon fix. Itt van, igen, ez a port 6892, ez szerver. Tehát az egy nagyon jó indikátor, hogy ő próbál valamit csinálni. De alapvetően olyan sűrűn változik. Ezek, hogy... És toron kívül van még olyan hálózat, ahol előszeretettel előfordulnak ezek a CNC szerverek? Hát én nem tudom. Én igazából magukkal, ezekkel kevésbé foglalkozom, szóval én itt a kriptóban mászom bele, de nem tudom. A bántott a ransomware-et mit kértek cserébe? Tessék? A decryptionért cserébe mit kértek? Hány bitcoint? A ransomware-e? Hány bitcoint kérnek? Hát ez nagyon változó. Tehát például ez a Loki, amit itt példa volt, az 3 bitcoin, de ez a szerver, ez felett, aztán 5 nap után más egyet, vagy valami ilyesmi, meg attól is, hogy kit támadnak. Tehát például ugye a szervernél az van, hogy tényleg be lehet szállni itt a buliba, is lehet terjeszteni, ami azt jelenti, hogy kapnak egy ilyen szép felületet, és ott egész egyszerűen maguknak beállítják, amit akarnak. Ami nagyon érdekes és megfigyelhető náluk, hogy sokat kísérleteztek. Tehát sok olyan ransomware van, ami az elején nagyon magas összeget adott meg, észrevették, hogy nem nagyon fizetnek, akkor kicsit lejjebb ment, és így addig sakkoztak, amíg be nem álltak egy olyan helyre, hogy oké, na itt ezt hajlandóak még az emberek kifizetni, ez lesz a jó. Szóval. Szerintem azért az a 3 az viszonylag magasabbnak számít, de mondjuk ugye a körül egy ilyen átlagos támadás esetében. De odafigyel, tehát ez abszolút egy üzlet, és abszolút odafigyelnek arra, hogy milyen reakciók jönnek, viszont nem véletlenül küldik ezeket a statisztikákat sem maguknak, mert igazából már titkosítottak, minden megvan, nincs rá más szükségük, mint hogy tudják, hogy egyrészt tudják azt is, hogy ki volt az, aki támad, például ebben az esetben itt megvan adva, hogy melyik tag volt az, aki tulajdonképpen így beszállt ebbe a terjesztésbe, és ki volt az, aki sikeresen végrehajtott egy ilyen titkosító támadást. Szóval nagyon odafigyelnek erre, hogy fejlődjenek. Igen? Személyes érdekű kérdésem lenne, hogy igazából mindenki ezt szólnak abszolút van a törvények ebben az egészben. Nekünk az Apple-korszakában sikerült alapjuk megszerezni, hogy volt munkahelyemen. Az egyik kedves kollégánk láthatott a terjesztésre, és
abszolút megjelenni, azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon hasonlított az egy zip volt egyébként, és nagyon hasonlított azokra a csomagolt számlákra és céges e-mailekre, amiket a különböző partner címétől kapjuk, nem hasonlított. Abszolút nagyon nem érkezett, mint a bármely partner címétől érkezett, bármilyen bossz, vagy bármilyen gépfej. Hogyan? Fordolták a rendszerünket, feltételeztetek valami jövőt, vagy esetleg valami milyen rendszer mentén dolgozzák ki ennyire tökéletesen, mert ennyi is abszolút megkérdeztet, amikor megláttam ezt az e-mailt. Hát igazából, és magyarul volt, vagy angolul, vagy? Nem, ez volt benne a vicces, hogy így egy magyar volt a szöveg, és nem, és kétlen meg ez a magyar, aki ezt most hallott, hogy ez összetevesztett. Na, az más, az teljesen más, ez nem is csinál szektorhoz. Igen, tehát így megemlő az ember partner cégünktől érkező számla volt, és már ott egy mai dátum, meg a számlának a referenciája, amit nyilván nem keresnek vissza, mert a kedves kollégán az nem. A műveleket teljesen magától értetődő volt, még nem teljesen valós személynek is, hogy ez valószínűleg valamilyen tényleges számot mutat vissza, hogy ez milyen állapotban csinálják ezek a programok, ez formulatos volt. Hát igen, alapvetően nagyon gyakran megvan ez a pár fix dolog, amit mindenképpen, aminek elnevezik, tehát valamilyen számla, amit tudom én, de egyébként azt én el tudom képzelni abszolút, hogy utána néznek, tehát ha egy célzott támadásról van szó, akkor megnézik, hogy milyen partnerek vannak. Tehát azért ez nem egy annyira nagyon bonyolult dolog, vagy hogy itthon általában elküldök egy számlát, azt hogy nevezem el, hogy néz ki, stb. És hát igen, ezekre sajnos nem egy példa van. Mert hogy egyszerűen a partner cég inboxa szintén valahogy kikerült, vagy ott is volt valami malware, és azon keresztül üldözgetett az összes inbox partner adressbookon keresztül, tehát ami már eddig is ki volt küldve. De nem, hát ez egy piaci szegmens, hát letölt. Beszállhat szabadon a buliba, és akkor saját cégedet megtámadod. Hát az is lehet, igen. Igen. Elég volt egy ellopott levél, és azt lemásolták, és betették a másik csatornát. Más semmi szakmai kapcsolatban nem vagyok, mert az előtt, akkor ezt az életben van nekik, hogy nézzenek körülöttem. Véling kategória, tehát ez már a célzott támadásról hasonlít. Két ok lehet, az egyik, ha valaki pénzt akart, a másik meg csak veletek akart kiszúrni. A másik meg az, amit ha megnézed, hogy milyen spam jön be, tehát ha üzemeltetsz egy mérszervet, ott azt látod, hogy mindenféle scan image jön a scannertől, mindenféle számla jön mindenféle tök jó nevű embertől, ami mondjuk az én esetemben nem jön be, mert ilyen emberekkel nem, de hogyha azért mondjuk egy másik országba jelek, akkor lehet, hogy ilyen emberek nekem küldenének számlát, és akkor én kattintok. És az egyszerűen statisztikai alapon megy, nem kell neked azért mindenkit rávenni a kattintsára, hogyha egy ezredék kattint, és szétküldesz néhány millió e-mailt, az már neked bőven elég. Sajnos megjel azon, mint az online marketingnél. Tehát ez egy botnet szétküldi ezeket a random e-maileket, ott a user, akinél ez pont ilyen nevű partnere van, és pont szoktak számlát küldni, rákattint, mint nálatok is, és kérdezik. Ez teljesen, ez egy botnet. Én nem mondanám azt célzott támadásnak. Most már csapatják a marketinges, AP vágás, tehát hogy csinálnak több verziót, illetve bot permutálés társai, és hogy melyik volt a sikeres, és a többit azt kutázzák, és ezzel megnyúlik. Oké, köszönöm, már keresem a választ, hogy mennyire kiszámítás, így botnet. Köszönöm. És lefülelés volt? Hát, tehát... Hogy elkaptak valakiket? Volt már olyanra is példa, igen. Cinketes kontaktban itt. Őt szerintem, nem tudom vele, mi történt egyébként, de volt erre példa, meg olyan is volt példa, hogy nem kapták el őket, de egyszerűen a privát kulcsukat egyszer csak kidobták a netre, és akkor tessék, mindenki visszakaphatja. Bocsánatot kérünk, még bocsánatot is kértek, ami szuper, de... CNC-szervereket hajkurásszál valaki? Hát hajkurásszál, igen, szóval azért az nyilván egy folyamatos téma, csak hát nehéz dolog. Hogy egy Windows-os gépre, hogy rendesen torlogott, védett vészszerzel felérjük, azt kéne sovat kívánásnak egy éveket lefúzni, hogy itt van a szerás. Hát igen. Aztán ki kell rakni a netre, csak az olyan országban, ahol jogilag nehéz elérni, de... Hát igen, azért ezeket elég sokan. Nagyon mostanában nagyon felkapott téma ez a ransomware, és mindenki nézi, hogy ki merre, onnan küldözgeti, de hát azért... Ja. Köszönjük a tájékoztatást, beszállunk a bizniszbe. Hogyha elindul a titkosítás, akkor egy ilyen mai kaliberű gépen, egy átlagos gépen mennyi idő alatt folyik le az egész? Ez nagyon érdekes, mert van olyan, ami pillanatok alatt,
De vannak olyanok is, amik tényleg sokkal, valamik csinál ezt, azt próbál még néha közben. Volt olyan, amelyik minden egyes titkosítás előtt kért egy kulcsot. Tehát még kommunikált egyet, kapott egy kulcsot, akkor eltitkosított egy fájlt, kért egy újabb kulcsot, akkor megint megcsinálta. Szóval ebben az esetben például viszonylag lassan. De mondjuk a két legismertebb az. Az nagyon gyorsan megcsinálja, azt pikpak észre se vesszük, tehát rákattintok kétszer is, mert hopp, ott is van. Tehát az összes az azért az adatmennyiségtől is függ jelentősen. Igen, persze nyilván, de nagyon gyorsan megcsinálja, igen. Jó, nyilván, hogyha, szóval egy átlagos gépen, most úgy gondolom, azon nagyon gyorsan megcsinálja. Itt általában a diszkió az a milliméter, nem a komputer. Tehát ez annyi ideig tart, mint amennyi ideig tart ezek a fájloknak az átmásolása. Hát azért az nem kevés, tehát azért kell ezt a egy ideig ez... el kell, hogy tartson. Hát igen, de azért egy átlagos gépen ez nagyon... Óra is lehet a... Hát előfordulhat, igen, de azért alapvetően viszonylag gyorsan. Szóval én most arra gondolok, hogyha én megcsinom a saját gépemet, az nagyon-nagyon gyors. Mert ha nincs van egy AS az internetben, akkor a kriptó az semmilyen műveleti igényt nem jelent. Összevetve az IO-val. Nem, a diszkre gondoltam. Mennyire masszívan macerálja ilyenkor a diszket. Tehát az észrevehető, hogy az azért rész, azt azért. Rendesen teker? Hát, ha egyszer az szűk keresztmetszett, akkor a diszk 100%-on belegézni. Jó, csak belerakhatnak esetleg olyan ciklusokat, ami pont ezt elrejti. Tehát, hogy... Jó, de most kiszeretsz egy SSD-ben, nem is kaptad. Hát, azt nem. A legtöbb esetben ez már csak... Az SSD-n elkezdi a nem tudom hány millió kis source C-fájlomat elkezdi tömörítgetni egyesével. Hát ezért az volt el, mint a méretre alul, ha figyelted. Szintén megint csak amatőr kell, nekünk egy 12 terminálos kis cég dolgozó az egyik éppen, amit legyaltuk, azt azonnal leválasztottuk a hálózatot, ott nagyjából a disknek a 15-20%-a volt, amikor reggel 8-kor felhúztuk a terminált. Mert tegnap előző délután történt a probléma, és azt mondjuk, azt ki lett kapcsolva a munkavégzés végén, reggel 8-kor, amikor néztük, hogy valami baj van, mint a probléma előtt a terminál elé, akkor igen, nektek, tehát, hogy teljesen használható volt a Windowsnak egy csomó része, amit mondtál te is, tehát a Microkliencel miért kezdett, utána nyilván az asztalon mindent megbarát, de nem volt kifejezetten gyors. Hát ez attól függ, hogy igen. Meg ugye azok nagyon jó esetek, amikor azzal kezdi, hogy feljön a háttér, és akkor egyből szól, hogy jó, most itt elkezdtem valamit csinálni, és sajnos ritkábban fordul elő, de az azért sokat tud segíteni, mert akkor gyorsan észre lehet venni, hogy tényleg. Viszont ugye eltűntek különböző fájlokon, amikor egy dolgozott, és ilyen gyorsan ezért volt, ugye pont konzertból, és akkor borzasztó laikusan álltunk az egész hozzá, de elkezdtük elkesni, hogy ő is ilyen, és az első azon is ütettük, amit kell lehetődni. Hát igen. És ezek még vírusként is működnek, vagy csak így e-mail bejön, és akkor... Vírusként egyetlen egyet láttunk talán, de azzal én az még valamikor rég, de nem, alapvetően nem. Szóval így jön, e-mailben elvégzi a dolgát, és... Mit értesz vírus alatt? Hát, hogy megjelzéket fertéz, igen. Hát nem lemezel, hát a neten betolja magát középre, és... Annyit lehet, hogy csinálnak, hogy autókat használsz, mert népszerű böngésző, hogy kikéri a címlistát, azt te, tehát a te e-mail címet... Igen, nem nagyon jellemző. Hát akkor meg sokkal gyorsabban felgyelik, is fogják. És ilyen feltétet, a oldalra feltelepítve, aztán pont most a színház.hu vagy egy pont, vagy valamelyik név volt, ami hasonló. Tehát, hogy mondjuk az mennyire jellemző, vagy inkább csak ez a jön a levélben a... Hát sokkal-sokkal nagyobb százalékban jön levélben, de most már kezd az is egyre inkább elterjedni, de azért azt mondanám, hogy az eseteknek a tényleg 80%-ában e-mailben kapjuk be. Hát most ott az a 20% felkészült oldal. Hát igen, talán. Nem tudom. Arról van statisztika, hogy mégis amit megtalálok, arra felkészült. Igen. Hát igen, hát nem is tudom, lehet, hogy ez a 80-nál kevesebb. Nem tudom. Igazából olyanokkal, nagyon-nagyon sokkal én nem találkoztam. Tehát én általában még úgy kapom meg őket, hogy eljött az e-mail. De azért van, szóval nem kevés van abból is. De azokat viszonylag gyorsan leállítják szerencsére, szóval. És ilyen extrémebb algoritmusokkal találkoztatok, tehát én most nem tudom, hogy volt mit ilyen szalszakcsa, ilyesmi is. Ja, igen, de vagy hogyha meg arra gondolok, hogy berejtjelez valamit, ami mondjuk lehet, hogy rájön mondjuk 7-8 évet, és addigra meg lesz kvantumgép, mondjuk. És akkor meg a pont a hibrid, meg az aszcentrikus az úgyis elbúlik. Tehát, hogy mondjuk ilyen szempontból, nem találkoztunk. Nem. Tehát a legextrémebb az tényleg ez a szalsza volt, de az a Petyánál, ami hasonló a Mambához, de ott se sikerült azt teljesen jól implementálni. Illetve ennek a csacsa verziója, ezen kívül mást
csak ezeket, amik itt voltak. Jó, láttam, volt olyan, amelyik a Windows beépített titkosító függvényeit. A legtöbb az azt használja. Az nagyszerű, mert azokat úgyis meggyengítette az RSA, tehát vissza lehet csinálni. Hát igen. Nagyon sok az. Ilyen házi kriptot találtatok néha? Vagy van még arra példa? Néha van. Nem túl profi, nem? Néha van, de azok általában nagyon egyszerűek. Igen, volt, meg volt az, amelyik XOR, meg Shift, szóval ugye nagyon... Jó, hát azok obfuszkációk, de... Ennyi, de ilyen komolyabbat azt nem láttunk. Tehát olyan van, hogy az éjjel meg ilyeneket akarnak leutánozni, de nem sikerült. De olyan, amit nem találkoztam, ami valami komolyabb. Nagyon a lebukás veszélyben. Vissza kéne keresni a tudományos közleményét. Ő is csinálta ezt? Az ilyen... e-mail szervezet, mint a Google meg egyebek, ezek mennyire effektívan tudják szűrni ezeket az e-maileket? Hát nem eléggé. Szóval valahogy még mindig ott vannak, és sajnos elég gyakran. Szóval ugye igyekeznek, de nem, azért még van hova fejlődni. Hát jó, csak az a kérdés, hogy a megfertőzöttek azok a filtereken túljutott e-maileknek az 1%-a, vagy a 0,1%-a? Hát sajnos erről statisztikát egyáltalán nem tudok. Ezt nem tudom, de... Nem tudom. Nem az antivírusoknak a hatékonyságáról beszélgessünk itt. Diplomatikus legyek. Folyamatos a harc mindig lesz, akik megfertőznek, hogyha elfogynak az emberek, akiknél nem esik be spam, akkor elkezd gyengülni, és újra be fog esni spam. Ne beszélgessünk az antivírusok hatékonyságáról. Ami nincs, arról ne beszélünk. És amikor azt mondtad, hogy töröl fájlokat, vagy a helyben generált publikus privát kulcsokat, akkor azt hogy teszi valójában, felülírja ezeket a tartalmakat? Igen, tényleg ezt én is akartam kérdezni, hogy mennyire visszaállíthatom, hogy a törlés után, hogy milyen jellegű törlés? Hát én ezzel, amit én is láttam, egyszer találkoztam, illetve hát én magam nem is néztem meg, csak hallottam róla, mert az még egy korábbi ransomware volt. Ott azt sehogy se tudták visszaállítani, nem tudom pontosan, hogy csinálták, de ott teljesen törölt mindent. És... 7x8-szor. Egészen. Ha egy forenzik túl, amit elmenni, akkor azt mondom, hogy... Hát lehet, hogy... Vagy a feltétlen. Én nem is tudom neki. Lehet, hogy valahogy vissza lehetett volna hozni, de... Amiről én hallottam, az elméletileg törölt mindent, de persze sohasem mondta, hogy soha... Az eredeti fájt is kitörlöm, úgy, hogy felülírom. Tehát az még nagyon macerással lassítja az egész folyamatot. Hát jó, hogyha mondjuk egy olyan diszket titkosít, ami majdnem tele van, akkor gyakorlatilag maga alatt kivágja a fát, ez igaz. De hogyha egy viszonylag üres diszken egy részt titkosít, akkor az eredeti fájl az nem biztos, hogy felülíródik rögtön. De úgy is meg lehet csinálni, hogy megnyitod azt a fájt, amelyiket akarod ransomware-ezni, és akkor blokkod, kiolvasod, titkosítod, visszaírod oda. Igen, ez már más jó. Hozzáférések az adminisztrátori botterának, amit még vírusírtok, mint a Windows nagyon gyorsan lecsapok, hogy ezt nem kéne. És itt megdöblöttek a rendszer. Hát igen, ez egyébként. Tehát felszintű hozzáférés, aztán meg. Hát akkor viszont megmaradhat az eredeti, mondjuk törölve, de az visszaállítható, amíg nem íródik felül. Hát vannak esetek, meg amikor például nincsen admin joga mindenkinek a cégnél, akkor az is elég jó kiindulási alap, de sajnos... Nem rúgként futni. Szóval nyilván van olyan eset, amikor ezeket vissza lehet állítani, mindenki megpróbálja, van amikor ez bejön, van amikor ez kevésbé. Tehát például ez az árnyékmásolatos dolgokat is mindig elvégzik, meg még hasonlóakat, hogy amit lehet, azt ők kipucoljanak. Aztán vagy sikerül, vagy nem. És van-e valami gyakorlati jó védekezés, ami úgy általános? Nem szabad rákattintani mindenfélékre. Az alapvetően már egy jó kiindulási pont szerintem, meg a backup. Én ezt javasolnám elsősorban, szóval... Az a baj, hogy a cégvezetőknek nehéz azt mondani, hogy egy adminisztrátorként, hogy ne, te nem férhetsz ide hozzá, meg ez a hálózati megfejtőhoz nem férhez hozzá. És nagyon gyakran ők szívják be ezeket a malvereket, és
én is tanulja voltam már ilyennek egy pénzügyi cégnél, nem mondok neveket, de egy külön hiteleket adnak embereknek. Szóval ugyanúgy két cégvezető szívta be, és az összes hálózati meghajtót titkosította is. Na itt azt akartam mondani, hogy az, hogy backup most az, mivel az, ami online van hálózati meghajtóra, ugyanúgy elmászik. Igen. Az ellen nem végül, tehát egy offline van. Van. Shut Up and Dance című epizódot. Ez ebben a témában nagyon utolsó. A diszmos sem volt haszkülönösebben. Hogyan néznek ki a nem finnolvasó emberek? Miket támadnak? Na hát ezt sajnos én nem tudom, bocsánat, de az teljesen másnak az asztala. Nem sok van belőlük, nem sokat láttunk, de én azokkal egyáltalán nem játszottam. Szóval nem tudom, hogy ők mit csinálnak. Sajnos. De az alkalmazott kütő az nagyon más nem lehet? Nem, alapvetően az elmélet az nyilván ugyanaz, de hogy... Tehát az alapötlet az nyilván ugyanaz. Ezeknek a felderítése egyébként az algoritmusoknak, meg hogy működik, az mennyi idő szokott általában? Hát tekintve, hogy februárban láttam először assemblyt, az elején nagyon sokáig tartott. Most már úgy alakul. Már van egy-két dolog, amin, ahogy így elindulok, és akkor azért... Most már viszonylag az, hogy milyen titkosítást használnak, már viszonylag gyorsan... Ránézésre már megismered a moduluszt. Igen. Szóval azért az már nem annyira bonyolult, de azt, utána az, hogy kitalálja, hogy hol hibáznak, vagy hibáznak-e, azzal el lehet tepecselni. Akik nem értik, a 65537 az egy elég könnyen felismerhető bájtsorozat. Igen. És a cég mire használja ezt a kutatási eredményt? Nyújt egy olyan szolgáltatást az ügyfeleknek, hogy helyreállítják a titkosított? Hát nyilván, ha arra szükség van, akkor ez is. És ezt meg tudjuk tenni, akkor ez is megtörténik, plusz nyilván ez segíthet abban is, hogy hogyan védekezünk ellenük, mint milyen. Tehát igazából ebből a szempontból is hasznos. Meg hát hagynak engem játszani szerencsére. Szóval szék, az beszívott már egy ilyet? Nem. Még szerencsére nem, de ha beszívott volna is azt mondanám, hogy nem, szóval igazából mindegy, de nem. Hát arra hallottam volna. Igen. Említetted a kiterjesztéseket, van egy olyan az útért 8 karakter készlet, de egy olyan karakter, ami megfordítja az írás irányát, ezért lehet, hogy a kiterjesztés elnézésre nem is a felnév végén lesz, hanem a közepén, vagy akárhol, úgyhogy ezzel is könnyen belecsapni embereket, vagyis igen, ez is könnyen becsapják az embereket. Ha itt a font kérdésre tudni cserélni, akkor átrajzolik a fontot, bármit rajzol, kiterjesztésként is. Ennek a ransomware-ek is csinálják, hogy alapvetőnek azt csinálják, hogy megváltoztatják a kiterjesztéseket a fájl végén, szóval így viszonylag hamar rájön az ember, hogy jó, ez itt egy ransomware volt. De van olyan is, amelyik csak az elejére beír valamit, szóval ők is így változtatgatják a módszereiket, tehát átnevezik a fájlt lock valami, de a kiterjesztés marad. Persze. Szóval mindennel próbálkoznak. Én olyat csinálnék, amelyik random átnevezgeti a fájlokat, tehát megcseréli a fájl neveket. Én tudom, hogy melyik volt az eredeti. Hát azt azért meg volt. 200 fájlnak 200 faktor. Nem olyan szórakozhatsz vele. Hát igen. Ja, gyorsan megvárt, igen. Ja, a nagy is cucc, amikor maga lovakkal akarok játszani. Ezt mindenkinek a nem déli táblázat a lépjével.
sem frissít. Nem a pornó gyűjtemények a legnagyobb fájlok egy vinyon, amit tisztítottak, ha már itt tartunk. Szoboszhoz hozzátok vissza. Én csak annyit tudok, volt olyan ransomware, ami miután lefutott egy nagy pornóképet oda kirakott, én akkor voltam azt mondom, 2 hete örültem, hogy lefutott, de úgy megijedtem, hogy elpirultam minden, csak valaki ne nézze meg a gépet. Szerintem a kollega azt nézegette, csak azt mondta, hogy akkor azért itt is meg kell ezen a Seagate 2 vagy 3 terás vinyója, az ransomware-nek minősül? Mert hogy a gyártó tudja, hogy katasztrofálisan szar, hogy úgy megdöglik, hogy ami seképp se hang, tehát be se bútol a vinyó, mert hogy zseniálisan kitalálták, hogy a diszkre rakják a kioszt, tehát a firmware-t, és még fel se tud bútolni a vinyó se, tehát ennyire zseniális, és hogy valami 400.000 forintot szeretnének elkérni a helyreállításért. Bocsánat, a helyreállítás megpróbálásáért. Úgyhogy tudják, hogy szarhat letárolnak. Nem rossz. Tudod bizonyítani? Akkor van egy takokára. Kim van a bléde statisztika, azt még nem támadták meg szemmel. Na hát nem tudom, van még kérdés vagy? Köszönjük!